Mindjárt éjfél van. De egy kicsit koszos vagyok, mi? Na jó. De van rá magyarázatom. Azért vagyok ilyen koszos, mert most jött úgynevezett szállítmány. Éjfél van mindjárt. Kezdek fáradni most már tényleg. Egy munkanap után még itt pakolgatni éjfélig, meg előkészíteni a házakat, meg mit tudom én. Hát... fárasztó, igen. Többen írtátok, hogy hogy fér bele az időmbe, hogy regényt is írok, meg ezt is csinálom, meg családdal is foglalkozok. Akit érdekel bővebben az időbeosztás, az szól, jó? És annak erőn felül majd segítek. Igen. Most vagyunk az egyszer. Ez minek? Ide egy szemetet kidobáljuk. A trófeagyűjtő. Nemrég kezdtem. Ilyen kis idétlen pici üveg, meg van benne egy pár hülyeség. Majd valamelyik következő részben megmutatom, hogy az micsoda. Sajnos a készlet, mondjuk így már fáradt meg. A készlet, a set, az nem teljes. Mert én egy csomó minden ilyen belőle, de majd idővel, jó? Átkapkodunk, majd megmutatom később. Ez most nem lesz egy hosszú rész, jó? Nem lesz hosszú rész. Van itt egy csomó szemét, akit mindenki dobálom. Valamennyire azért próbáljunk rendet tartani, ebben a szemben. Jó, ez van. Na, mindjárt, jó, mindjárt. Visszapakolom a szerszámokat. Ezt mondjuk nem is teszteltem le. Na, van itt egy pár dolog, amivel el vagyok maradva. De viszont tényleg idővel nagyon jól megoldottam. Ez mondjuk pont a Dell-nek a szarja. Azt nem szeretem. Azon nagyon sok a baj a Dell-el. De bárki, aki mondjuk így szakmabeli, az érti, hogy miről van éppen nagyban szó. Ezt kidobom. Na, úgyhogy van jó hír, meg van rossz hír, meg van közepes hír. Jó, persze ez mind ilyen lapos duma. A lényeg, hogy jó hír van. A jó hír az, hogy megyek nyaralni. Tök jó, tudom kinek. Megyek nyaralni. Elmegyek egy magyar faluba, Hódmezővásárhelytől. Valahol arrafelé, jó? Egy sok csillagos valami szállodaszerűségbe. És emiatt nem vagyok képes arra, hogy kiosszam a gépeket, amik ott vannak a pulton. Hát, tudjátok, a szokásos helyen. De itt van egy kis változás a sarokban, mert ugye mondom, most jött anyag, tehát most jött szállítmány. És hát még van egy kis elmaradás ebben az ügyben. Mindjárt megoldom, csak minimális időt kérek szépen, mindjárt megoldom, ja. Igen. Van egy pár készülék, ami hibátlanul működik, olyan szinten koszos, hogy borzasztó. És nincs kedvem olyan nagyon takarítgatni. Ez egy egér. Jó, kábeles egér, tehát nem élő egér cincin, hanem rendes egér. Ilyen kábeles. Be kell dugni a számítógépbe, és akkor azt a kurzornak nevezett ilyen idétlenséget lehet vele irányítani. Egy nagy mester mérnöknek a találmánya, az a továbbfejlesztő, stb. Akit érdekel a téma, az majd utána jár. Én most befejezem ezt a részt, valahogy. Nem tudom, hogy. Mindjárt jövök vissza a képbe, jó? Csak csinálok egy kis rendet, mert van egy dolog, amit nem találok, az pedig rohadtul kéne. Szerintem itt lesz valahol, nem valamelyik, ja. Ez se az, jó. Ez. Az úgy van megcsinálva, hogy azért jövök ide vissza, hogy lássatok. Ez úgy van megcsinálva, hogy minden egyes számítógép egy set
és a set az nem szenvedhet hibát semmivel, tehát nem hiányozhat a setből semmi, mert akkor már is nem egy set, nem? Tiszta evidens. Tehát például egy ilyen kábel, ami a 220-at, illetve magát az áramot viszi el a számítógépbe, ha ez nincs meg, nem tudom bekapcsolni a gépet, nem? Tehát a setnek, kompletnek, teljesnek kell lenni. Most azt nem fogom itt szétlődik. Nem volt időm elpakolni a szállítmányt, ami most jött. Ezt most nézzétek el nekem, kicsit nagy a... Na szóval. Itt van műhelyben újra. Ez, amit itt láttok, ez a monitor sarok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a dobozban is az van, 10, 11. Jó? Ez a mostani monitor szett, ugye plusz a forgathatós 12-dik. Ez azért akkora poén, mert állítva is lehet használni, megfektetve is. Jó, persze 90 fokban, jó, így. Tehát állítva lehet böngészni a Facebookot, meg videózni, mit tudom, és nem ez a fontos. Tehát, hogy van egy csomó monitorom, 11 vagy 12, ott hátul még szerintem ott bújik még egy-kettő. Kaptam monitorvezérlőkábelt, ugye ez az úgynevezett VGA-kábel. Kaptam számítógépházakat, tehát most már van mibe betenni az alaplapot. Van összesen 4 darab alaplapom, ezek mind a négyek hibátlanok. Ne felejtsük el, hogy a KN8-asra, ez egy Abit KN8-as, jó? Erre nincsen az északi csipre hűtő. Hibátlanul működik az alaplap természetesen, de nincs rá hűtő. Úgyhogy arra majd kerítenem kell, addig nem tudom beépíteni. És itt van 3 darab alaplap, ami egyszerűen csak működik, itt minden hűtő a helyén van. És ez a 3 darab alaplap be fog menni ezekbe a számítógép házakba, itt most van 5 darab, 6 darab, mit tudom én, ebbe belemegy, és megy ide alulra. Azt a minden itt mi van itt, öcsém! Na, ilyet se láttatok még. Na, ez így hivatalos, jó? Tehát a műhely történetében ez eddig a legtöbb összerakott számítógép, ami a mennyiséget illeti. Nemrég lettem vele kész. Minden egyes számítógép tetején a készlethez tartozó szett, billentyű, egér, táp. Jó? Tehát, számoljunk együtt, jó? Mint az óvodások. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laptop, 8, 9. Jó? Tehát 9 darab számítógép, és 10-valahány darab monitor, tehát 9 komplet szettet összetok állítani úgy, hogy ezek még itt kész sincsenek. Jó? Ennek ellenére tartunk most ott, hogy elmegyek nyaralni, mert ez egy kis pihenés azért nekem is kell, ezért ez a mostani a hétvége, ami most jön, ez nem alkalmas kiosztásra, de a következő hétvégén már kiosztatóak ezek a gépek, jó? Mindegyik, még a laptop is. Arra kíváncsi leszek, hova fog kerülni. Na, úgyhogy ez a mostani hír, nem rablom az időtöket, már így is mindjárt 10 percnél tartunk. Úgyhogy jó, tudom, hosszú a hajam, nem farkas vagyok, oroszlán, ezt már kaptam párszor. Vele is egyébként kicsit, belehullik a dzsúha is, nem olyan jó, majd le lesz nyírva, jó? Elvileg még a héten. Úgyhogy igen, avval sincs semmi hír, ott vannak az alaplapok, amik hibásak, kérdőjelesek, kondi gyanúsak, tehát lehet, hogy valami pupos kondis ügy van, nem igazán gyárinak tűnő kondi tetőről van szó, tehát valószínűleg meghalt ez a srác. A többinél természetesen ilyen hibáról nem tudunk beszélni, a kondik teljesen hibátlanok, ennek ellenére nem indul, tehát nem tudjuk mi baja van, nem érek rá ilyenekre foglalkozni. Amikor ezek mind kész vannak, be vannak, mutatom, tehát ez a 3 alaplap be van építve ebbe a 3 házba, oda alulra van téve a többihez, és mind el van innen tüntetve, mert mindenket már család használja, majd akkor visszatérünk, jó? Még van 20 másodperce. Mindenkinek köszönöm a támogatást, meg a kedves szavakat, jó, nem csak kedves szavakat kaptam, hanem csúnyákat is, de azokat most ilyen nem említjük. Én köszönöm mindenkinek, aki segít, és reméljük jó helyre kerülnek a gépek.